több mint 1 milliárdot csíkasztotta a gyanú szerint, Rács mögött marad a pécsi ügyvéd. Minden, ami mezőgazdaság, elkezdődött a Szentlőrinci gazdanapok. Már a Malomban a búza egy része, 14 tonna adomány gyűlt össze. Ingyen gokartoztak a fiatalok, tábor a nehéz sorsú gyerekeknek. Köszöntöm Önöket, a Pannon televízió híradóját látják. További 3 hónappal meghosszabbította a 45 éves volt pécsi ügyvéd E. Levente előzetes letartóztatását a Pécsi Városi Bíróság pénteken. A vádlott önmaga ellen tett feljelentést még 2010 végén, miután a nála letétbe helyezett pénzek eltűntek, köztük a Kozár-Mislenyi önkormányzat 100 milliója is. A pénzt olyan befektetésekre kérhettek 2009 tavaszától, amelyek végül nem teljesültek. Információink szerint összesen több mint 1 milliárd forinttal nem tud elszámolni E. Levente. A férfi letartóztatása után szabad lábon védekezhetett, azonban az ellene folyó büntető eljárás ideje alatt a gyanú szerint újabb bűncselekményt követett el, ezzel további 20 millió forint kárt okozott, ezután került előzetes letartóztatásba. A bíróság megítélése szerint továbbra is fennállnak az előzetes letartóztatás feltételei, tekintettel arra, hogy a vele szemben folyó büntető eljárás során egy újabb büntető eljárás indult a gyanúsítottal szemben, valamint a nagy számra tekintettel arra, hogy mintegy 150 rendbeli bűncselekményt követett el, fennáll a bűnismétlés veszélye is. A szigorú gazdálkodás miatt képződött megtakarításoknak, illetve a kormányzati segítségnek köszönhetően Pécs 1,25 milliárd forinttal csökkenti a város hiteleit, áll az önkormányzat televíziónkhoz eljuttatott közleményében. A város a közlemény szerint 240 millió forintos megtakarítást ért el az elmúlt hónapokban, ebből 90 millió forintot parlagfűírtásra, virágosításra, utak, utcák takarítására költöttek. Emellett a kormány 1,1 milliárd forinttal támogatta Pécset, így sikerült most 1,25 milliárd forinttal csökkenteni a város hitelét. Pécsnek 40 milliárdos hitelállománya van, ennek kezelése, törlesztése még minimum 2 évtizedig komoly terhet ró a városra és minden. Mindenkori vezetőire, írja a polgármesteri kabinetiroda. Péntek délelőtt kezdetét vette a 19. Szentlőrinci gazdanapok mezőgazdasági szakkiállítás és vásár. Az érdeklődők 400 kiállítós standjai között válogathatnak a nemzetközileg is elismert termékekből. A 3 napos kiállítást dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg. Ez az ágazat természeti kockázatoktól függetlenül egy értékteremtő, jövedelemteremtő és a vidék számára alapvető fontosságú. Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg a 19. Szentlőrinci gazdanapok mezőgazdasági szakkiállítás és vásárt. A rendezvényen a hagyományokhoz hűen az idén is átadták a vásárdíjakat. A vásáron több mint 400 kiállító található meg, a kisállat kiállítótól egészen a gép kiállítókig. Én pármetezőt keresek, de nem tudom, hogy lesz vele valami. Falusi gyerek vagyok, így értett falusi származású gyerek vagyok, így érdekel a mezőgazdaság. Azon kívül az ember itt, hogy sok érdekességet lát, sok gépet, sok kiállított terméket, ezen kívül még sok ismerőssel is találkozok, akikkel az ember pár szót vált, és olyan nagyon kellemes itt lenni. Mindenféle gépből van, John Deere, Fendt. Nekem tetszik végül is. A kiállítás tematikája az idén is kötött volt. Extra azért nincs, és nem is nagyon lehet, mert ez szakkiállítás. Mindig el szoktuk mondani, hogy szakkiállítás és vásár, tehát a műfaja határozott, de igyekszünk azért vagy a közönségprogramot, vagy más ehhez kapcsolódó, szakmailag elfogadható rendezvényt szervezni, az idén pedig a Nemzeti Vágta futama itt lesz. Egy 1 kilométeres pálya van, és reméljük, hogy nagyon sokan lesznek kíváncsiak rá. A kiállítók között ott volt a Pannon Power ZRT is, amely nyereményjátékokkal és játszóházzal is várta a vendégeket. A Pannon Power társaság csoportnál jelenleg egy olyan erőművi blokk kivitelezése folyik, amely 24 milliárd forintnyi beruházási költséggel rendelkezik, és mezőgazdasági melléktermékekre alapuló tüzelőanyagbázison nyugszik.
Ezért tartottuk fontosnak azt, hogy a gazdanapon megjelenjünk, hisz itt lehet legközelebbi kapcsolatot teremteni a gazdálkodókkal és a hozzájuk közel álló vállalkozókkal. A Filazolid Kft. Az egész országban ott van a nagy kiállításokon, itt Szentlőrinc sem maradhatott ki a sorból. Szeretnénk azt, hogy így ez a régió Somogytolna, Baranya is, ha találkozni szeretne velünk, meg szeretné ismerni a terméket, akkor itt meg tudja tenni azt. Két olyan terméket forgalmazunk mi, ami elsősorban mezőgazdasági vállalkozók számára jelenthet jó megoldást, egy mezőgazdasági hulladékból készülő pellet készítő készüléket forgalmazunk, illetve napelemes rendszereket, ez mind a kettő a mezőgazdaságban remekül hasznosítható, kiváló támogatási lehetőségek érhetők el ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy itt a helyünk a kiállításon. A 19. Szentlőrinci Gazdanapok mezőgazdasági szakkiállítás és vásár vasárnap estig várja az érdeklődőket. Az új földtörvény tervezetéről, a külföldi gazdák magyar termőföldhöz jutásáról is beszélt a területért felelős helyettes államtitkár Szentlőrincen pénteken. 2 év múlva jár le a külföldiek földvásárlási moratóriuma. Az államtitkár azt mondja, erre olyan szabályozás született, amely a helyben élő és valóban termelő gazdákat részesíti majd előnyben a vásárláskor. 2014. április végén lejár a külföldiek földvásárlási moratóriuma, többek között ezért is nyújtott be új földtörvénytervezetet a kormány a parlamentnek. Az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár azt mondta, ugyanolyan elbánásban részesül a törvénytervezet szerint például egy francia gazda Magyarországon, ha a földet akar venni, mint egy magyar gazda Franciaországban. Így a helyben lakó gazda élvez elsőbséget a földvásárlásnál a tervezet szerint. A helyben lakás az bizony egy adott település és annak a 20 kilométeres körzetét jelenti. Tehát azt gondolom, hogy ezek a feltételek, amelyekhez ráadásul kapcsolódik a terveink szerint egy hatósági engedélyezési procedúra, amely e feltételek meglétét vizsgálja, ez megfelelő garancia ahhoz, hogy a föld az valóban ahhoz kerüljön, aki megműveli. Az EU 2014 utáni közös agrárpolitikájáról, a támogatásokról is beszélt az államtitkár Szentlőrincen. Ezek a témák közvetlenül érinték a településen élőket is, mondja a város polgármestere. Mi itt az agrárterületen tudunk nagyot alkotni. Az igaz, hogy az utóbbi pár évben azért változtattuk a gondolkodáson, mert ideengedtünk egy nagy szemengyára, tehát megjelent a nehézipar is nálunk. Vagy az agrárnak egy energiatermelő része, például energiaerdőknek a telepítése nálunk a legintenzívebb. A polgármester azt mondja, nincs sok gazdasági lehetősége a városának, ezért próbálják kihasználni azokat, amik a mezőgazdaságból adódnak. Meghibásodott egy gép a Pécsi Onkoterápiás Intézetben, így 40-50 betegnek félbeszakadt a kezelése. A helyzetről egy aggódó édesanya tájékoztatta a Dunántúli Naplót, aki attól tart, hogy fiának romlanak így a gyógyulási esélyei. Dr. Mangel László, az Onkoterápiás Intézet vezetője, a lapnak úgy nyilatkozott, hogy valóban meghibásodott az egyik régebbi berendezésük, és egy olyan speciális hiba adódott, hogy elhúzódott a javítása, de az intézetben ezen kívül még 2 sugárterápiás készülék működik. Dr. Mangel László leszögezte, megérti a betegek és hozzátartozóik aggodalmát, az érintettektől még néhány nap türelmi időt kér, várhatóan ugyanis a hét elején már üzembe áll a 3. berendezés is. Pénteken délelőtt elvitték Pécsről a szigetvári malomba a magyarok kenyeréhez összegyűlt búza adományok egy részét. Eddig 14 tonna adomány gyűlt össze a magyar lakta területekről. A búzát a szigetvári és a mohácsi malomban őrlik majd meg. Pakolják a nemzeti színű szalaggal ellátott zsákokat a kamionra. Szerbiából, Erdélyből, Szlovákiából és Magyarországról is érkeztek adományok. Már csak nem 14 tonna búza gyűlt össze. A legtöbb adomány idén is a határokon túlról érkezett, volt, aki postán adott fel egy szatyornyi búzát, mert mindenképp hozzá akart járulni a magyarok kenyeréhez. Bent van az irodában egy postán küldött doboz Hargita megyéből, mert nem tudták eljutatni Dévára időben, ahonnan mi elhoztuk, és képesek voltak postán föladni egy kb. 20 kilót. A kamion péntek délelőtt indult el Pécsről, abban Malomba, ahol vállalták, hogy megőrlik az összegyűlt adományokat. Hétfőn érkezik még 2 kocsink, amin lesz búzaadomány, de akkor gyakorlatilag azt is elvisszük Szigetvárra, úgyhogy így a részünkről befejeződik a gyűjtés.
Itt a szigetvári malomban örlik majd meg a búza egy részét, a lisztből pedig egy pécsi cég fogja megsütni a kenyeret és a cipókat, amit az augusztus 20-ai rendezvényen adomány formájában lehet majd megvásárolni. A maradék megőrölt lisztből pedig idén is a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány által segített gyerekeknek készül majd kenyér és péksütemény. Kiszakadt egy sört szállító teherautó ponyvája ma reggel Pécs belvárosában, így több tucat rekesz és üveg borult a főútra. A baleset az Alsómalom utca alsó szakaszán az Árkád bevásárlóközpont közelében történt, személyi sérülés nem történt, az utat azonban csak nem egy órán keresztül takarították az üvegszilánkoktól. Hátrányos helyzetű gyerekek és szülei gokartoztak ingyen Pécset pénteken. Az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület más civil szervezetekkel összefogva nehéz körülmények között élő családok számára szervezett bentlakásos tábort. A szervezők olyan kulturális programokat és sporttevékenységeket válogattak össze, ahová a fiatalok a család támogatásával talán sosem juthatnának el. Az élményszerzésen túl a tábor célja a közösségformálás is. A szülők ugyanis az egy hét alatt olyan előadásokon vehetnek részt, amelyek segítenek a háztartás vezetésben és a munkahelykeresésben. A táborba az ország szinte minden részéről érkeztek nehéz körülmények között élő gyerekek. Van Székesfehérvártól Kecskemétig, Zalaszentgrótig több helyről vannak családok. Ezek a családok egyrészt az Együtt az Életért Egyesület gondozotti köréből kerülnek ki, másrészt pedig nagy családokat hívtunk meg, akiknek segítséget jelent az, hogy ebbe a táborba együtt lehetünk. Több mint 100 városban többségben voltak tavaly a házasságon kívül született gyermekek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A 18-as toplista első helyén a Baranya megyei Mágocs áll, ahol a gyermekeknek csupán 22%-a származik házasságból. A mezőny közepén két somogyi település, Nagybajom és Lengyeltóti foglal helyet. Mindkét településen a babák 69%-a volt úgynevezett szerelemgyerek az elmúlt évben. A házasságon kívül született csecsemők statisztikája az ország szinte minden pontján növekvő tendenciát mutat. Ennek oka feltehetően az lehet, hogy sok fiatal úgy véli, a házasságnak ma már nincs akkora értéke, mint elődeinknél. Irányítót igazolt a PVSK Panthers, az amerikai kosárlabdázó Brad Losing Pécset folytatja pályafutását. A 182 cm magas játékos a Wofford College csapatában játszott, ahol az elmúlt szezonban 33 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 38 percet játszott, ami alatt 14,9-es pontátlagot és 5,5-es gólpasszt jegyzett. Egyetemi évei alatt 129 mérkőzésből 127-en pályára lépett, és több mint 1000 pontot szerzett csapata színeiben. Losing szeptemberben kapcsolódik majd be a pécsi munkába. Regionális híreink következnek. Perközösséget alakítanának a fonyódi hajótulajdonosok, mert hetek óta nem tudják használni a kikötőt, hiszen az csak a jól kijárt csatornákon lehet megközelíteni. A Balaton vízállása 59 cm, ez jóval az üzemi minimum alatt van. Ennek ellenére a mederkotrásra a hajózási ZRT az üzemeltetők egyike nem lát állami akaratot. Zátonyon ülünk. De nem ez az egyetlen hajó, amely számára már nem biztonságos a közlekedés a Balatonon. Ez a hajó is azok közé tartozik, amelyik fölült a múlt héten. Itt volt egy versenyünk, onnan három ilyen típusú hajót kellett az átonyokról, illetve hát a homokról levontatni. Ennek a vitorlásnak a kapitányát érkezésekor a kikötőmesternek kellett navigálni a méterenként, hogy meg tudja közelíteni a kikötőt, és ezt a helyzetet a bérlők már sérelmezik. Kikötő bérlők összefognak, aláírás gyűjtenek, és lehet, hogy egy perközösséget hoznak létre, aminek a célja az, hogy tekintettel arra, hogy fogságba kerültek a kikötőbe, visszakapják a kikötői bérleti díjuk egy részét. Hiába a Fonyódi a Balaton egyik leghosszabb mólója, az áramlási viszonyok miatt a homok folyamatosan feltorlódik a keskeny mólótorokban. Ezen pedig a jelenlegi helyzetet nem ismerő kapitány az elmúlt napokban többször fennakadt. Itt van például ez a Bolero nevű hajó. Ő vontatással tud kimenni, mert őnek is olyan mélysége van. Az mit jelent ez a mélység? A mélység az 1 méter 90-et jelent ebben az esetben. Na most, hogyha megdöntik a hajót, mindenki rafináltan egyik oldalra ül, akkor ez egy 10 centit tud változni.
Átlagban 400 ezer forintért bérlik a helyeket, ám van, aki 570 ezer forintot fizet 7 hónapra. Nála betelt a pohár, állítja a Vitorlás Egyesület elnöke. Elmondása szerint a hajó tulajdonosok azt is fontolgatják, hogy ha nem történik semmi, lezárják a kikötő kijáratát. A Balatoni Hajózási ZRT viszont annál többet nem tud tenni, mint hogy hétfőn két ehhez hasonló uszállyal elszállít, mint egy 280 köbméter vizes homokot Fonyódról. Ez viszont ideiglenes megoldás. A Szent Miklós érkezik a siófoki kikötőbe. Az elmúlt héten, hétfőn, kedden, szerdán éppen avval foglalkoztuk, hogy a mellettem lévő uszályba és ennek társaiba kikotorjuk ezt a csatornát, hogy a Szent Miklós hajónk, lévén a legnagyobb balatoni hajó jelenleg, biztonsággal tudjon közlekedni. Augusztus végéig azonban tovább apad a magyar tenger. A Hajózási ZRT arra vár, hogy Balatonakaratja térségében egy vasúti töltéshez szállíthassanak mintegy 15 ezer köbméter kotrási anyagot. Ám ez a mennyiség arra lenne elegendő, hogy egy kikötőt megszabadítsanak a mintegy 10 év alatt felhalmozott iszaptól. És ha ezt a nyarat mi azért úgy gondoljuk, hogy biztonságosan ezekkel az anomáliákkal, és ha még nagyon szükséges apró beavatkozásokkal, de végig tudjuk csinálni, reméljük a természet is kegyes lesz hozzánk, és a bocsánat a nyaraló vendégektől, de lesz egy kis eső is, és kis rendbálató, attól függetlenül a következő esztendőt gondosan előkészített kotrással kell kezdeni, hogy biztosítsuk azért a 2013-as szezon. Ez viszont több tízezer köbméter iszap kotrását és elhelyezését jelenti, amire egy év alatt nem találtak megoldást, csak nagyon drága és nagyon környezetszennyező variásra lett volna lehetőség. 5-ből 3 baleseti sebész is felmondott a siófoki kórházban, közülük 2 közel 1 millió forintos vállalkozói bért követeltek havonta, amelyet az intézmény vezetése nem tudott teljesíteni. A kórház kecskeméti orvosokkal pótolja átmenetileg a hiányt. Összesen 40 milliárd forintot igényelhetnek állattartó telep korszerűsítésére a gazdák. A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázat célja a növénytermesztés és állattenyésztés felborult arányainak helyreállítása. Igény Tolna megyében is lenne a támogatásra, ám egyelőre még sokan inkább csak érdeklődnek. Fejős tehenek sorakoznak a Kakasdi Mátyás Gyula istálójában. Az állatok a férfi házának udvarában lévő épületben vannak egyelőre. A gazda Tolna megyéből elsők között vesz részt a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett 40 milliárd forintos pályázaton, amellyel a tárca az állattartó telepek korszerűsítéséhez biztosít lehetőséget. Mátyás Gyulának tiszta magyar tarka az állománya, 120 állata van, 30 millió forintra pályázott. Ha meg tudnám csinálni ezt a pályázatot, akkor ki teljesen a kiküldetés, akkor már a falutól kívül vagyok, kiestem, akkor úgy érzem, hogy akkor egy ilyen, mondom, színvonalasabb lenne a gazdaság. Mátyás Gyula azt mondja, ha nyerne, akkor a Kakasd melletti Belacon fejlesztené gazdaságát, ahol szintén tart állatokat. A 30 millió forintból fejőházat, istálót építene és megcsináltatna a telepen található utat is. Tamási Balázs, a Tolna megyei agrárkamara titkára azt mondta, a pályázat óriási segítség a gazdáknak, hiszen akár 40-től 60%-ig támogatja a korszerűsítést, van azonban hátránya is. Az összes ilyen hasonló uniós pályázatnál elmondható, mindig előre meg kell finanszírozni az egészet a beruházónak, tehát a gazdálkodónak meg kell építeni az összes épületet. Aztán, ha a fejlesztés elkészült és megvan a használatba vételi engedély, csak akkor tudja a gazda beadni a kifizetési kérelmét, így viszont akár egy évig is bennállhat több 10 millió forintja. Emellett akár még 60% önerőt is biztosítani kell. Ennek ellenére nagy az érdeklődés a támogatás iránt, amelyet augusztus 31-éig igényelhetnek az állattartók. Kikerülhet az EMU a veszélyes állat kategóriából egy miniszteri rendelet tervezet szerint. A Magyar EMU Tartók és Tenyésztők Egyesülete üdvözli a változást, mint mondják, éppen a rengeteg engedély az akadálya annak, hogy csak nagyon kevesen tartják az ausztrál futómadarat, pedig az EMU minden porcikája hasznosítható, a húsában sok a vas, a zsírjából gyógyító olajat sajtolnak, bőréből, tollából pedig divatcikkeket is készítenek. Hideg zuhannyal frissíti magát a melegben ez az egyéves holland hím. A nagybajomi EMU farm egyelőre még kuriózumnak számít, ám Kujáni Györgyné azt reméli, ha a madár kikerül a veszélyes állat kategóriából, akkor többen belevágnak az EMU tenyésztésébe. A veszélyes állat kategória ugyanis eddig riasztóan hatott, véli a somogyi gazdálkodó. Összes létező szomszédtól írásos beleegyező nyilatkozat kell, hogy tarthatok. Na most nekem van 1, 2, 3, 4 szomszédom. Legyek rossz viszonyban csak az egyikkel.
bukott az egész figura, el se kezdhetem. Nem beszélve a hatósági engedélyekről, jelenleg ugyanis a rendőrségtől, a vámosoktól és az élelmiszerbiztonsági hivataltól is kell a beleegyező nyilatkozat, tette hozzá az elnök helyettes. A veszélyes állat kategóriából kiveszik, akkor nem kell az, hogy minimum 100 négyzetméter kell egyedenként. Jelenleg az ól méretét is megszabják, egy tojópárnak legalább 4 négyzetméternyi hely kell, amennyiben viszont hatályba lép a rendelettervezet, úgy akár egy kisebb tyúkudvar is elegendő egy pár tartásához. A nem veszélyes állatok tenyésztése esetén pedig a gazdálkodók mentesülnek a hivatali bürokráciától, hiszen ebben az esetben csupán az önkormányzat felé lesz bejelentési kötelezettség, mondja Kujáni Györgyné. Az egyesület külföldi mintára a háztáig gazdálkodás szeretné Magyarországon elterjeszteni, hiszen a futómadár minden része hasznosítható, másrészt pedig, ha elterjed az emutartás, az valamelyest a munkanélküliségen is javíthat. Lehetnek nagy ezer darabos farmok is, és ez lenne az, amelyik a nagy farm lenne az, amelyik fölvásárlója és menedzseli az egész húspiacot is, ott lehetne már olyan tőkéről beszélni, ahol az ipar ágat köré lehet telepíteni. És meg lenne az, hogy kivásárolja föl a parasztó, a nagy gazda. Az elnök helyettes ugyanakkor arra figyelmeztet, a főleg szálas takarmányon élő állatok fokozott jelenlétet is igényelnek a mindennapokban. Miután a kis csibe az még annyira buta, hogy meg akarja enni az éticsigát. Ezt a nagyházas éticsigát. Nem tudja. Lenyeli, megakad a torkánál, habzik a madár. Na most, ha nincs ott senki, meg is fullad, mert nem tudja lenyelni. Így reggelente célszerű átpásztázni a területet, hogy megelőzzünk egy esetleges balesetet. Azt, hogy mikortól lép életbe a miniszteri rendelet, egyelőre nem tudni. 395-400 forint, átlagosan ennyi a sertés kilónkénti felvásárlási ára. Az etetés, az ólak fenntartása viszont sokkal többe kerül, tehát az előállítás költségei nagyobbak, mint amennyit az állattartók a húsért kapnak. Ma gyakorlatilag szinte minden állattartó csak bukik a sertésen, ez a probléma pedig országos, mindezek mellett pedig a sertésállomány rohamosan csökken. 10 ólban több ezer sertést nevelnek egy naki sertéstelepen, csak ebben az istállóban 800 állat van. Nakon évente 22-23 ezer sertést adnak el. Hiába az elsőre magasnak tűnő szám, a sertés ágazat nem éli fénykorát. Soltész Gyula, a NAKI cég elnök vezérigazgatója úgy fogalmazott, tényleg nagy bajban vannak a sertéstartók, hiszen az előállítási költségek, például az asszály miatt egyre drágább kukorica révén magasak, a felvásárlói ár viszont alacsony. Mi a fél éves eredmény alapján 407 forintért tudunk előállítani 1 kg élő sertést, ezzel szemben 385 forint körüli értékesítési árt tudtunk realizálni. Ez azt jelenti, hogy csak nakon kilónként körülbelül 20 forint veszteség van egy sertésen, amely beszorozva például egy 100 kg-os átlaggal 2000 forint körüli bukás állatonként. Soltész Gyula elmondta, nakon az ágazat az elmúlt 11 évben csupán háromszor volt nyereséges, tavaly is 71 millió forint mínuszuk volt. Az elnök szerint a reális ár 500 forint lenne az állatokért kilónként, de ennek ellenére nem gondolkodnak abban, hogy felszámolják az ágazatot. Hogyha csak egyszerűen a matekot figyelnénk, akkor ezt az ágazatot meg kell szüntetni. Sajnos, ha ezt az ágazatot megszüntetjük, akkor a jelen pillanatban foglalkoztatott 61 főből marad 10 fő, és a többi utcára kerül. A munkahelyek megszűnésének veszélyével a szakértők is egyetértenek, valamint abban sem oszlanak meg a vélemények, hogy a hazai sertés ágazat rohamosan csökken. 2012-ben már 3 milliónál is kevesebb állat van az országban, ezt pedig még tetézi az idei hőség is, amelyben 50 ezer állat pusztult el. A kormány is tisztában van az állatágazat problémáival. V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár nemrég úgy nyilatkozott, a kormány dolgozik egy olyan stratégián, amellyel segíteni és fejleszteni lehet az állatágazatot. Rögtön jön az időjárás, előtte azonban lássuk a nap legfontosabb híreit még egyszer egy-egy mondatban. Több mint 1 milliárdot csíkkasztotta a gyanú szerint, Rács mögött marad a pécsi ügyvéd. Minden, ami mezőgazdaság, elkezdődött a szentlőrinci gazdanapok. Már a Malomban a búza egy része, 14 tonna adomány gyűlt össze. Ingyen gokartoztak a fiatalok, tábor a nehéz sorsú gyerekeknek.
Szombaton erős, néha viharos széllel még hűvösebb levegő érkezik, helyenként még a 20 fokot sem éri majd el a hőmérséklet csúcsértéke. Gyakran lehet erősen felhős az ég, melyből szorványosan valószínű eső, zápor. Vasárnap valamivel több napsütésre van kilátás, de záporok továbbra is kialakulhatnak. Ez volt a Híradó péntek este, friss hírekkel hétfőn a szokott időben várjuk Önöket. A hétvégére jó pihenést kívánok, viszontlátásra!